hogy mi a hasonlóság és mi a különbség a partizánok, a felkelők, valamint a gerillák között. Vajon csak az, hogy kinek az oldalán harcoltak és kinek az érdekében. Dr. Forgács Balázs Őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadászati tanszékének egyetemi docense fontos elemzésnek vetette alá a Zrínyi Kiadó gondozásában most megjelent könyvének az elméleti, de a 21. században is nagyon fontos kérdéseket. A kötet több mint két évszázados időszakot tekint át. Bemutatja a gerilláknak, partizánoknak vagy felkelőknek nevezett harcosok küzdelmeit, és az azokat leíró és elemző gondolkodókat. Az egymásra épülő és egymást továbbfejlesztő teóriákat is mondatokba foglalja. Forgács tanár úr gerillák, partizánok, felkelők, az irreguláris hadviselés elméletének története, korunk kihívásai című könyvét ajánljuk az elméleti és a gyakorlati kutatóknak, elemzőknek és diákoknak egyaránt. Hogy mi a hasonlóság és a különbség a gerillák, partizánok és felkelők között megtudhatjuk Forgács Balázs Őrnagy úr könyvéből. Erről fogunk beszélgetni akkor most pár mondatban. Tehát Forgács Balázs Őrnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképző Karának egyetemi docense. Pár mondatban beszélgessünk arról, hogy miért is született meg ez a könyv, és amennyiben jól tudom, ugye ez az első könyve. Igen, jól tudja, ez az első könyvem. Maga a téma még egyetemista koromban talált meg, ez 2000-2001 környékén volt, akkor Nagy Miklós Mihály alezredes úr tanított hadtudományra, és ott került szó először a gerillákról. Érdeklődésem akkor fordult a téma iránt, amikor a disszertációmat készítettem, ez a 2000-es évek közepén zajlott. Az a hadikultúrák témakörében született, Kovács Jenő kutatásait vittem tovább. A három hadikultúra, mozgásszentrikus, anyagszentrikus és gerilla hadviselés hadikultúrája közül az utóbbi volt számomra a legérdekesebb. És azt vettem észre, hogy a disszertáció írása közben, hogy magyar nyelven az elméleti háttere ennek a témának eléggé gyérfeldolgozottságú, és ez vezetett oda, hogy a disszertáció megírása, megvédése, fokozatszerzés után érdeklődésem ebbe az irányba fordult. 2012-ben volt az első olyan nagyobb publikáció, ami ebben a témában született, és elmondható, hogy gyakorlatilag ezt folytattam egészen ennek a könyvnek a megírásáig. Közben az oktatói pályám, ahogy vitt, még mélyebbre sikerült beleásnom ebbe a témába, föltártam olyan anyagokat, amik eddig nem voltak ismertek magyar nyelven, és hát elmondható, hogy most már több mint egy évtizede ennek a témának a kutatója vagyok. Így született meg ez a könyv. Pár mondatot arról, hogy kinek ajánlja ezeket a könyveket, feltételezem diákoknak is egyaránt szólhat, valamint kutatóknak is. 17 éve oktatok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a TEG jogelőd intézményében. Valóban ez elsősorban hallgatóknak készült, de igyekeztem olyan módon megírni, hogy a szélesebb olvasóközönség számára a történelem, hadtörténelem iránt érdeklődők számára is érdekes lehessen. Én azt gondolom, hogy maga a téma aktualitása okán talán a napi történéseket figyelő emberek számára is izgalmas lehet, úgyhogy a hallgatók, szakmabeliek mellett én azt gondolom, hogy bárki kézbe veheti, és jó szívvel ajánlom mindenkinek. Hogyha pár mondatba össze kellene foglalni az érdeklődőknek és a tisztelt olvasóknak, akkor hogyan, pár mondatban hogyan hangzana ez az összefoglaló a könyvről? Maga a könyv egy történetet tekint át. A jelenség, ez a hadtudományi jelenség, hogy irreguláris harcot vív egy fél egy másik féllel szemben, ez olyan régi, mint a hadtörténelem. Viszont ennek a hadviselési módnak az elmélete, ez két évszázadot tekint vissza. Ennek a történetét vázoltam föl. Az első rész gyakorlatilag arról szól, hogy mit is értünk azzal, hogy gerillák, felkelők, partizánok, és akkor itt válaszolnék arra a kérdésre, amit feltett, hogy megtudható-e ebből. Kiderül a fejezetnek a végén, hogy én lényegi különbséget nem látok a fogalmak között, mind-mind ugyanazt a jelenséget írják le, pusztán attól függően, hogy hol harcoltak ezek a felkelők, gerillák, partizánok, változott meg az elnevezés, de gyakorlatilag ugyanazt írják le. Tárgyalom ennek a nemzetközi jogi megközelítését, ennek a problémakörnek, illetve
három kutató alapján, Carl Schmitt, Liddell-Hart és Kovácsony alapján felvázolom, hogy tulajdonképpen mit is értünk az, hogy gerilla hadviselés, vagy irreguláris hadviselés. Utána indulnak a történeti fejezetek, ez a 19. század legelejéről indul, amikor is a napoleoni háborúk időszakában több területen, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaország, Vendée területén, illetve Tirolban jelentkeznek olyan események, amelyek azt mutatják a hadtörténészek és katonai kutatók számára, hogy a legjobban felszerelt és kiképzett reguláris fegyveres erővel szemben is eredményesen lehet irreguláris módon harcolni. 1815 után, amikor ezek a háborúk véget éltek, kezdtek foglalkozni a katonai szakírók ezekkel a kérdésekkel, és gyakorlatilag itt kezdődik az a történeti vonal, amelyben a nagyobb gondolkodókat, főbb csomópontokat igyekszem feltárni. Kezdve Clausewitztől Jomininn át, egészen a 20. század második felében, Ázsiában, illetve Latin-Amerikában jelentkező teoretikusokig. A könyv gyakorlatilag 8 nagy fejezetből áll. A legutolsó rész, a befejező rész, az korunkra ad egyfajta kitekintést, hiszen, amint mondtam, ez a probléma a napjainkban is jelentkezik. Napjaink reguláris fegyveres erő is jellemzően irreguláris erőkkel találkoznak szembe, és én azt gondolom, hogy az elméleti ismeretek nélkül ezek ellen, az irregulárisok ellen eredményes harcot vívni nem lehet. Amint azt ugye mondta, hogy akkor 2 évszázad kutató munkáját is ugye körülöleli ez a dolog, és de azonban ugye ez a kérdés akkor a 21. században is egy nagyon kulcsfontos. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, ezért is zártam úgy a könyvemet egy Liddell-Hart idézettel, hogy ha meg akarod érteni a háborút, akkor igenis a felforgató és a gerilla háborút kell először megérteni, mert ez itt a legjellemzőbb. A teoretikusok közül, hogy mondjam, eléggé széles a merítés, vannak köztük katonák, vannak köztük civilek, vannak köztük műkedvelők, és vannak köztük kimondottan komoly hadvezérek, ezért is gondolom azt, hogy a széles olvasóközönség számára is izgalmas témákat tárgyalok. Fogalmazhatunk úgy, hogy hazánk tisztképzésének is ez egy fontos szegmense lehet ez a könyv. Véleményem szerint igen. A jelenleg is érvényben lévő nemzeti katonai stratégiánk, 2012-ben kiadott nemzeti katonai stratégiánk külön kiemeli, hogy a Magyar Honvédség katonái hazánkon kívül folytatott béketámogató műveletekben találkozhatnak felkelőkkel. És az ezek ellen vívott harc elméleti felkészülésében segíthet ez a könyv, úgy vélem. De sajnos ez egy olyan problémakör, ami jelen van, és ezzel a magyar katonák is találkozhatnak, és találkoznak is. Mi volt a célja azzal, hogy ez a könyv elkészüljön, és minél több ugye olvasóhoz eljusson, ha ezt meg lehet így határozni? A könyv célja az, hogy befejezzek egy kutatást. Amint ön is említette, ez az első könyvem. Nem volt még előtte ilyen, hogy mikor lesz a következő, nem tudnám megmondani. Ahogy haladtam előre, és ebben nagy támogatást adott nekem a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Ösztöndíja, egyre több és több anyag gyűlt össze, és úgy éreztem, hogy ezt most már érdemes egy nagyobb dologba is egybefűzni. Magának a könyvnek a 65-70%-a különféle tanulmányokban már megjelent. A többi rész az, ami új, és ez lett egybefűzve. A cél az, hogy egybe legyen minden, mert így igazándiból használható, véleményem szerint, maga ez a tudás. Nagyjából mennyi idő volt amúgy a könyvvel készültének ide? A könyvet körülbelül egy évig írtam. Amikor először beszéltünk a kiadóval a könyv megszületéséről, onnantól számított bő egy év, míg összeállt maga a kézirat. Volt olyan része, ami már megvolt, amint említettem, volt, amit teljesen újonnan kellett írni, de ez alatt az egy év alatt öntöttem nagyjából formába a kéziratot. Természetesen ezután még kellett a szerkesztőkkel dolgozni, de ez a bő egy év, azt gondolom, hogy ez az igazi időtartam. Ha kicsit kitágítjuk, akkor azt mondhatom, hogy az első ilyen témájú tanulmányhoz viszonyítva majd egy évtized. Ha jól tudom, akkor végül is ebben a könyvben belefoglalható a hibrid hadviselés is. Erről pár gondolatot esetleg. Divatos elnevezés. Még akkor is, ha annyira a katonák talán nem is szeretik ezt, de nagyon divatos kifejezés. Való igaz, a hibrid hadviselés során alkalmazott műveletek
nagyban hasonlítanak ahhoz, vagy pontosan úgy zajlanak le, mint ahogyan ezt egykoron elődeik, felkelő gerillák, partizánok végrehajtották. Az a fajta hibrid hadviselés, ami a napjainkban szerepel, és itt elsősorban Oroszország szokott mindenkinek eszébe jutni, sok szempontból megfeleltethető mindannak, amit lezajlott az elmúlt 200 évben, amiről papírunk van, hogy ezt elemezték. Néhány kutató úgy is viszonyul ehhez a kérdéskörhöz, hogy ezt nem lehet tárgyalni ezek nélkül, az elméletek nélkül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha meg akarjuk érteni, hogy mi is ez a hibrid hadviselés, akkor ez a könyv ide is hasznos lehet. Vannak-e esetleg már visszajelzések olyanoktól, akik a könyvet már kezükbe vették és fellapozták? Vannak, bár nyilvánvalóan a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé a szélesebb körű terjesztést. Néhány barátomnak sikerült kezébe adnom a kötetet, illetve van, aki meg is vette magának. Nyilván ők elfogultabbak egy picit, de a vélemények pozitívak voltak, ők olvasmányosnak tartják, bár hozzáteszem, volt, aki azt mondta, hogy hát azért az eléggé katonai szaknyelvi könyvet, vagy katonai szaknyelven íródott könyvet, de azért mindenkinek a visszajelzés a pozitív volt. Itt a nagy mérce majd az lesz, amikor az egyetemi oktatásban kézbe tudom adni a hallgatóknak, akár alapképzésen, akár mesterképzésen, akár a doktori képzésben, és majd a vizsgák után, amikor megkérdezem, hogy na akkor ezt olvasták, és milyennek tartják, akkor válik el igazándiból, hogy ez a könyv jó könyv lett-e, vagy egy olyan könyv, ami hát tömelt a polcra, és aztán ott porosodjon ott. Regényszerűnek is nevezhetjük a könyvet? Nem tartanám annak. Ez azért nem egy olyan, amit így az ember vasárnap délután pihenéshez kézbe vesz. Én inkább szakkönyvnek tartanám. De igyekeztem úgy megírni, hogy mindenki számára érthető legyen. Ebben azért nagy segítség volt a könyv szerkesztője. Mészáros Károly nevét mindenképpen szeretném kiemelni, mert nagyon nagy segítséget nyújtott a könyv formába öntésében. Igyekeztünk figyelni arra, hogy ez mindenki számára érthető legyen. Arra is esetleg választ kaphatunk, hogy milyen kihívások várnak ránk a jövőben. Egy oldalról igen. Én azt gondolom, hogy ez a fajta tevékenységi mód, irregularitás, ez jelen lesz. Mert mindig lesz egy gyengébbik fél, mindig lesz egy olyan fél, akinek nem állnak rendelkezésére olyan eszközök, vagy olyan mennyiségben eszközök, mint egy reguláris félnek, és akkor ezekhez az eszközökhöz fog nyúlni. Ez a fajta kihívás, amíg megmarad a fizikai kontakt a fegyveres küzdelemben, már pedig meg fog maradni, jelen lesz. Számolnunk kell ezzel. Úgyhogy kérdésére válaszolva, igen, ez itt lesz, és ezzel számolnunk kell. Nagyon szépen köszönöm. Az Őrnagy úr könyvét akkor mind elméleti és gyakorlati kutatóknak is ajánljuk, valamint elemzőknek és diákoknak is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Yeah.